A tapasztalatok szerint az élményközpontú oktatás az, ami leginkább megmarad a gyerekekben, tatán már több olyan dolgot is bevezettek, amivel színesebbé tehetők a megszokott tantárgyak is. A Kőkuti Általános Iskola ökoosztályának szabadtéri óráit idén a Réti 8-as tónál tartják. Valóban úgy van, hogy egy iskolaév kezdetén érdemes számba vennünk, hogy mi minden hasznos eszközt tudtunk eddig összerakni ahhoz, hogy a városban élő gyerekek a puszta létnél többet kaphassanak. A Kőkúti Általános Iskolánk igazgatója, Kőalmi Zoltán igazgató úr azzal keresett meg, amikor az Öregtó partján az ökoturisztikai központunkat fölállítottuk és elindítottuk, hogy mi lenne, ha heti egy napon az egyik osztály, egyik első osztály, mondjuk ökoosztály néven heti egy napot ott töltene ebben a központunkban, ebben a centrumunkban, és akkor fogalmazódott meg egy olyan ötlet, hogy minden évfolyamon egy osztály ökoosztályként heti egy napot ne az iskolába járjon iskolába, megtartva ugyanazt az órarendet, ugyanazt a tanmenetet, mindent, hanem valahol a városban egy olyan szép ponton, ami önmagában azzal a gyönyörűségével is nevel, ott legyen az oktatás helyszíne. Tanárok és diákok is várják már a különleges órákat. A terület kivételes ökológiáján és természeti kincseink keresztül megismerik a gyerekek mindazt, amit sokan csak a könyvekben látnak. Hatalmas terület áll rendelkezésünkre, van egy kis zárt terület egy házikóval. Iskola falai között más megtanulni, mint itt a természetben. Tehát a gyerekek kapnak egy olyan pluszt, amit sehol máshol nem kapnak meg. Ez azt jelenti, hogy ugye saját maguk tapasztalják meg a környezet változásait, tehát alkalmazkodni megtanulnak, aktívabbak lesznek, jelen vannak, nem csöngetnek ki. Ugye elkezdünk egy tevékenységet, azt addig csináljuk, ameddig be nem fejezzük. Nagyon szépen alakul az, hogy a tantárgyak átjárhatóak, tehát nem csak a környezetismerett tananyagot vesszük, az az alapja, de ahhoz hozzá tesszük azokat az ismeretterjesztő szövegeket, azokat a verseket, amik kapcsolódnak, matematikát ugyanúgy belevisszük. Tehát olyan módszertani gazdagságot tudunk ezáltal nyújtani nekik, amit ez a környezet tud, alapul adja, és muszáj vele élni.